én is alig várom, hogy odaérjek, és az egyetlen hely, ahol mindig előbb érek oda, mint ahogy terveztem, és akkor megnéztük, hogy ez az ő helye, kiválasztottuk a jelét, ami természetesen nem lehetett más, mint egy kutyus, úgyhogy egy nagyon cuki kis barna kutya a jele. Hát otthon mi nem nagyon szokott kenyeret enni velünk, minden más, hogy igen, de otthon nagyon ritkán, de hát itt is persze mindig az első, amit kiemel, hogy májkrémes kenyér volt, vagy sarkrémes kenyér volt, néha látom is az arcán. Sziasztok! Újra itt vagyunk veletek, és mint azt már a közösségi médiában láttátok, hogy Naruskám ovis lett, és ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdés felmerült bennetek. Úgy gondoltam, hogy ezeket összefoglalva most egy videóban elmesélem nektek a mi ovis beszoktatási élményeinket, tapasztalatainkat, és azt, hogy hogyan készültünk rá. De előtte még tennék fel nektek egy kérdést, ugyanis, hogyha megtippelitek helyesen, és megírjátok kommentben, hogy jelenleg hol vagyunk, akkor egy következő videóban, amikor a Sofi itthon lesz, akkor elmeséljük nektek végre az eljegyzésünk történetét, mert egy picin szeretkéjének köze van ahhoz a helyszínhez, ahol most vagyunk, úgyhogy eltaláljátok, írjátok meg kommentben, akkor hamarosan érkezik az oly régóta ígért eljegyzési videónk, de térjünk is vissza a mostani élethelyzetünkhöz. Igazság szerint azt szerintem az Instagramon, a vlogon, videókban láthattátok, hogy a Narus azért rendkívül szociális kislány, mi tényleg mindenhova igyekszünk magunkkal vinni, ezért nem riad meg semmilyen élethelyzettől, semmilyen társaságtól, és egyre inkább azt éreztem, hogy vágyik a gyerkőcöknek a társaságára, mert akárhol mentünk étterembe, szállodába nyaralni, akkor nagyon cuki mindig így látta a kis társaságokat, és oda kuporodott mellé, próbáltuk beszélgetni, írtó édes volt. Úgy döntöttünk akkor, hogy 2 évesen miért ne akkor nyugodtan kezdjenek közösségbe járni, hogyha ennyire szeretné. Kérdezgettük is erre, hogy szeretne egy gyerkőcökkel lenni egész nap velük játszani, és mindig azt mondta, hogy igen. Úgyhogy akkor elkezdődött a hosszas-hosszas kutató munka, ugye nyilván ismertek annyira, hogy mindennek igyekszem nagyon utána nézni, hogy melyik óvodát, hogyan választunk, mit legyenek a szempontok. Nekünk az alapvető szempontok közé azok tartoztak, hogy kis létszámú csoport legyen, illetve legyen angol nyelvű oktatás, és végül egy olyat sikerült választani, ami 80-90%-ban angol, az egyik óvodapedagógus nem is beszél egyáltalán magyarul, viszont délután van arra lehetőség, hogy a magyar mondókákat megtanulja, mert néztem olyan óvodát is, ahol 100% angol volt, viszont hiányzott volna az, hogy ott együtt a gyerekekkel énekeljék azokat, amiket mi is annó még az óvodában énekeltünk. És ugye itt jött be a másik faktor, hogy bölcsisnek már nagynak találtam, ovisnak meg egy icipicit picinek, és akkor miután kiválasztottam az óvodát, ami teljesen megfelelt a mi igényeinknek, én először elmentem én, aztán elmentem a Sofival, és utána elmentünk hárman is, és miután mindenkinek tetszett, akkor így arra letettük a voksunkat. És akkor ott megbeszéltem az óvodapedagógussal, hogy nézze meg ő a Narust, hogy ne elfogult szülőként mondjam azt, hogy egyébként szerintem felvehetnék őt már az ovis kis csoportba is. És akkor miután ugye megnézte, hogy mennyire szociális, hogy mennyire könnyen beilleszkedik, ugye szobatiszta már évelei óta, önállóan eszik, mindent el tud mondani, hogy mit szeretne, és akkor azt mondta, hogy próbáljuk meg, hogy szerinte is érett már arra, hogy bekerüljön az ovis csoportba. És akkor javasolja, próbáljuk meg, hogyha netán mégsem működik, akkor úgyis látni fogjuk, és szólni fog, és akkor váltani fogunk. Ezt akkor így nyáron meg is beszéltük, viszont ugye mivel a Sofi költözött, ezért úgy döntöttünk, hogy addig, amíg ő itthon van, az utolsó pillanatig nem szeretnénk, hogy a Narus elkezdjen járni oviba. Úgyhogy viszonylag későn a csoportjában utolsóként indultunk neki a beszoktatásnak. Rengeteg mindent olvastam erről is, hogy miket tanácsolnak. Nagyon sokat beszéltünk erről, volt, hogy elmentünk arra autóval, szerencsére 2 barátnőmnek a kislánya is jár abba a csoportba. Volt, hogy elmentünk a gyerekekért, és akkor megnéztük, hogy ez az ő helye, kiválasztottuk a jelét, ami természetesen nem lehetett más, mint egy kutyus, úgyhogy nagyon cuki kis barna kutya a jele. Ezt aztán Instagramon mutattam is nektek. Úgyhogy szépen így készültünk előre azzal, hogy akkor ő oviba fog járni. Olyan szinten jól sikerült, hogy már egy héttel azelőtt, hogy elindultunk volna az első beszoktatási napunkra, folyamatosan kérdezgett, hogy mikor megyünk már az óvodába, úgyhogy számoltuk vissza a napokat. És akkor eljött végre az a bizonyos szerda reggel, nekem gyomoridegen volt, én reggel 5:30 magamtól felébredtem, a Naruska perc aludt 8-ig. Hogy lesz, mi lesz, hogy fogja szeretni, hogy fogom viselni, itt kavarogtok bennem a gondolatok, nyilván, mint minden anyukában az első közösségi nap előtt. Egy dologra mindenki felhívta a figyelmemet, hogy bármilyen krízis helyzet van, hagyatkozzak az óvónőkre, és ha búcsúzkodás van, úgymond el kell mennem, ott kell hagynom 1 órára, 1/2 órára, akkor az gyorsan történjen meg, ne húzzuk, halasszuk, mint a rétestésztet. Akkor felöltöztünk, elindultunk, a Narus nagyon izgatott volt, összepakoltunk mindent, amire szükségünk volt. Odaértünk az óvodába, szerencsére ott volt több pont, akkor érkeztett az egyik barátnőm az ő kisfiával,
És hát mivel rengeteg mindent kellett vinni, ugye paplant, lepedőt, kulacsot, pótruhákat, azokat én ott pakolgattam ki az ő kis fakjában, majd így azt láttam, hogy a Nara így azzal a lendülettel így felment a csoportjába. Tudom, hogy jó, azért úgy néz ki, az első pillanatban annyira nem hiányzom neki, lesz a következőben. És képzeljétek el, hogy mire mindent kipakoltam, és akkor felvittem a paplanyát, meg a lepedőjét az óvónőnek, addig a Narus már rég ott játszadozott, és akkor ott beszéltük az óvónővel, hogy most akkor mit tegyünk, hogy tegyünk, mi legyen azzal kapcsolatban, hogy meddig maradjak, vagy hogyan maradjak, és akkor mondták, hogy beszéljünk a Narussal, és akkor mondtam a Narusnak, hogy elmenjek, és majd jöjjek vissza, érted, később, délután, és mondta, hogy igen, anya, én itt maradok. Picit fura volt, de mondták az óvónők, hogy nézzük meg. És akkor abban maradtunk velük, hogy akkor a Narusnak elmondtam, hogy ők most játszani fognak, aztán ebédelni fognak, aztán aludni fognak, és akkor utána játszanak, és jövök érte. És mondta, hogy jó, anya, menjél. És azzal a lendülettel ő épp, hogy így intett nekem, és elment a többiekhez, úgyhogy mi nagyon-nagyon mosolyogtunk ez emiatt az óvónőkkel. És akkor én abban maradtam velük, hogy elmegyek, de visszajövök akkor, amikor ebédelnek, és elkezdődik az altatás, hogyha nekem mégis úgy döntenem, hogy megijedne, hogy neki itt kell most aludnia, akkor ne legyen pánikba, akkor itt fogok ülni az autóban, és akkor szólnak, hazaviszem aludni. Úgyhogy ez így is történt. Ott ültem az autóban, vártam, hogy mi legyen, ugye láttam, hogy mikor mennek föl, ott kukucskáltam az óvoda kerítésének az óvoda kerítésénél, és pont most mesélt egy ismerősöm, hogy az ő férje látta, hogy én ott lábújhegyre ereszkedve kucskálok, hogy mit csinál a Nara. Ha már egy gyerek sírt, akkor próbáltam analizálni, hogy ugye nem a Narus sír. És akkor végül beültem egy idő után, amikor már felmentek a terembe, lent a kis öltöző részbe, és akkor a Dadus jött, mindig nézte, hogy jó, akkor most fekszik, nem sírt egész délelőtt, de hogy még nem alszik, és akkor folyamatosan 10 percenként jelentett, majd végül a Narus nagyon ügyesen elaludt első nap is az óvodában, és akkor mondták, hogy menjek nyugodtan haza, mert úgyis alszanak, felkelnek, játszanak, és akkor jövök érte vissza. Úgyhogy azt képzeljétek el, hogy nekünk a beszoktatás az konkrétan egy ilyen nem létező fogalom már vált az életünkben, mert hogy nagyjából az az egy perc volt, amit együtt töltöttünk az óvodai csoportban, amíg én utána mentem és megbeszéltem vele, hogy akkor ő szeretne itt maradni. És hál' Istennek lekapogom, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, annak ellenére, hogy ő a legfiatalabb, legkisebb a csoportban, hogy nagyon ügyesen beilleszkedett, azt mondják, hogy részt vesz a kis foglalkozásokon, ügyesen alszik, hogy ő eszik el leghamarabb, hát természetesen minden nap viszünk egy kutyust, aki velő alszik, úgyhogy az lehet, hogy hozzájárul ehhez a sikerhez. Eszik mindent, egyedül leveseket, a másodikat, otthon mi nem nagyon szokott kenyeret enni velünk, minden máshogy igen, de otthon nagyon ritkán, de hát itt is persze mindig az első, amit kiemel, hogy májkrémes kenyér volt, vagy sátkrémes kenyér volt, néha látom is az arcán. Úgyhogy nekünk ez viszonylag egyszerűen zajlott, mondták is az óvodában, hogy bárcsak minden beszoktatás így indulna. Persze felkészítettek arra, hogy lehet, hogy majd hetekkel vagy hónapokkal később lesz egy ilyen visszaesés, amikor nehezebben válik el reggel, és jobban megviselő, hogy ott kell maradni, de egyelőre tényleg fantasztikusan veszi az akadályokat. Mikor megyek érte, akkor nagyon örül nekem, akkor elmeséli, mindig rengeteget kérdezek, hogy mi történt az óvodában, kivel játszott. De azt gondolom, hogy ez a rengeteg felkészítés, az előzetes beszélgetés volt az, amivel ő ennyire magabiztossá és stabillá vált, és most is minden reggel megbeszéljük, hogy akkor lesz a délelőtti játék, aztán kimennek az udvarra, ebédelnek, alszanak, uzsiznak, játszanak, és tudja jól, hogy amikor játszanak, akkor megyek érte, igyekszem mindig azért hamar is menni érte, hogy ne legyen az az érzés, hogy úgy folynak a gyerekek, és akkor az ő anyukája mikor érkezik oda. Úgyhogy hát ilyen kis ügyes volt tényleg a Narus, hihetetlenül büszke vagyok rá, a Sofi is nagyon izgult az első nap, úgyhogy rögtön hívtam, hogy minden rendben van, beszokott. És ennek köszönhetően, hogy látom, hogy ennyire jól érzi magát, nem viselt meg engem sem, ettől függetlenül mindig én is alig várom, hogy odaérjek, és az egyetlen hely, ahol mindig előbb érek oda, mint ahogy terveztem. A reggeleink azok eléggé kaotikusak, azt kell, hogy mondjam, hogy kettőt összelekük a kis életünket és elindulunk az óvodába, de arra gondoltam, hogy egy szuper kis ilyen dolgozós napi vlogon keresztül megmutatom nektek azt is. Írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek, már akkor hamarosan azt fog következni. Legyen szép napotok, és nagyon kíváncsi vagyok a ti ovis bölcsis beszoktatási sztoritokra, úgyhogy ha van időtök és kedvetek, akkor osszátok meg velünk itt a videó alatt. Nagyon szívesen szemezgetnénk mi is belőle, akik pedig még előtte vannak, azoknak nagyon sok sikert kívánok, és higgyétek el, hogy a ti maga biztosak lesztek, akkor a gyerkőcök is sokkal könnyebben fogják venni az akadályt, és rengeteg beszélgetés, szerintem az lehet talán a sikernek az egyik kulcsa. Sziasztok!